Fix Summer Extreme. Örülj, gyerekek, itt vagyunk a kiskunlaszázai reptéren, itt a 122-es hangárnál, ahol is Nádas Tobi barátomhoz látogattunk el, ugye a műrepülő világbajnokunk a tavalyi év során, és profi pilóta, egyrészt kipróbáljuk a gépet is, természetesen csak visz fel egy kört, tehát esélytelen, hogy odaadja, jobb is, mert különben meghalnák mind a ketten, de hát van itt még egy kis szépség. Itt van a Fix Extreme Summer Edition, aminek kapcsán kilátogattunk Kiskun Lacházzal, a Nádas Tomi barátomhoz ide a hangárba, és megnézzük ezt a csodálatos repülőgépet, amivel, ha jól tudom, a tavalyi évben meg is nyerted a műrepülő világbajnokságot. Szia, Tomi! Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Hát igen, nagy öröm volt számomra, hogy Magyarországon, magyar színekben és a free programot sikerült megnyerni ezzel a géppel 50 év után. Ugye 50 éve nem volt Magyarországon ilyen eredmény, és most el is kipróbáltuk, milyen érzés ez. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Az ülés belül nem félsz, Ati, most őszintén. Én már előre várom és imádom ezt az egészet. Egyrészt Nádas Tomi nagyon jó barátom, ugye a műrepülő világbajnokunk, ki tavaly évben világbajnokságot nyert, ráadásul pont ezzel a géppel. És mindig csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer kipróbáljuk, és ami megmutatja meg, hogy elvisz egy pár kört, és így letesztel, hogy mit bírok. És most és itt az eljött az idő, el se hiszem, iszonyatosan vártam már. Együttműködő partnerünk a Mix Club. És berepültünk. Így volt, így. Nem, így volt, úgy is volt. Hirtelen is, és így csikított. De a legdurvább azt tudod, mi volt egyébként, amikor szembe jött az egyik, a kamion, a másik a Lotus. És közötte. Azt mondom, mondom, így menjünk, gyerünk, így. És megfordította, utolsó pillanatban. Én, hát nem tudom, hogy hány méterre voltunk a földön, de szerintem így nem fértem volna el a kabin, nem. És, tudj, és hogy a betonplac. És láttad volna az arcodat. Csak ennyit látta Attilából. Juhú! Gyere, imádtam, a ülésbe beveszül. Ha ennyit jutott nekem a repülésből, akkor már király volt. És itt van velünk Torres Dani barátom, így van. Szintén ott volt velünk, bár sajnos egy képet nem tudtad. Nagyon kemény autóban ültél, ahogy láttuk, ugye? Valóban, én azért ehhez azt fűzném hozzá, hogy azért az Attila arc az más volt. Tehát valami ilyesmi, főleg amikor ez történt, és tényleg, tehát így méterek választották el attól, hogy konkrétan belecsapodjon a földbe, de ez már egy másik történet, illetve egy párhuzamos világban, hát ha más
Köszi szépen, párhuzamos világban kinyírtál így virtuálisan most engem. De párhuzamos világban így. Amúgy egyébként nekem megfordult a fejembe egy pillanatra, hogy most gyakorlatilag, hogyha, mert ugye ez ilyen tanuló repülő is, tehát én ugyanazt a mozgást láttam ott a kis botkormánynál, meg ott a pedáloknál, nagyon amit, amit a Tomi csinált. Ugye? Tehát, hogyha én most itt poénból megfogom, és így csinálunk egy ilyet, akkor meghalom mind a kettőn. Így lehúzta volna így. Kapaszkodtam, Ati, nem foghatod meg, ne ezt ne játsz be, meghaltam. Nehéz volt ezt megtartani. És milyen volt neked egyébként az élmény, hogy gyorsulni ezekkel a vasakkal? Egyrészt Burkus Egon nagyon-nagyon-nagyon aranyos volt. Tehát ő ugye fölkészített előtte, hogy akkor itt baromi hangos lesz az a motor, amit tényleg csutkáig kitekert. Tehát én még az elindulás az nagyon. Benne van az, hogy megy a kis mutató, és van piros. Na itt nem volt piros. Tehát itt megy a mutató, megy. Három hatonat. És épp a üveghangon pörgött a dolog, és akkor így bele, nem tudom, nyomódtam a székbe, és konkrétan egy ilyen Dani palacsintát alakítottam ki, volt ebben a történetben. Húsos spanyol palacsint. Az pontosan. És akkora élmény volt, hogy a mai napig megőrülök, és újra nézem, és posztoltam is ugye a legnagyobb portálon. A Facebookon, igen? Igen, egészen pontosan a Facebookon. Úgyhogy ott meg lehet nézni videóban is. Mert hogy te nem csak mint résztvevő voltál ott, vagy mint élménybeszámolót kereső ember, hanem mint fotós is, mert ugye elvitted a kis gépedet. Nem tudom, sokan tudják talán rólad, vagy kevesen. Tényleg, hol a fotóm? Nagyon profi nem fotós. Küldted át a fotómat. Nekem átküldte, én csak elfelejtettem elhozni. Nem, illetve föltettem az internetre, tehát ott majd meg tudod nézni. De továbbiakban is fönn lesz. Igen, mert van egy ilyen kis oldalad, ahol kifejezetten ilyen fotókat gyártasz, küldesz, csinálsz. Így van. Nagyon rákaptam mostanában, mert úgy vélem, hogy hála Istennek tudok egy olyan nézőpontot talán megtalálni így mostanában, ami nem igazán megszokott, és ebben... Elképzelhető esetleg, hogy úgy, mint ugye Attilának, hogy műsorvezetés és szakszofonás, ugye új szakszofonozás, ugye úgy, mint ért a művészethez, a zenéhez is. Nekem ugye úgy, mint műsorvezetés, és kicsikét értek a táncoz, inkább csak úgy ugribugrizok néha. Kapizsgálod, barátom. Néha elesek, de próbálkozom. És neked esetleg elképzelhető, hogy a zene és fotózás? Mindenképpen. Főleg, hogyha már most elindult ez a vonal, akkor sosem szeretném abba hagyni. És ez jó magyar mondattal fogalmazva. Hobbiként startolt egyébként ez? Vagy ez mikor kezdted el? Mert ezt nem is tudtam rólad. Tulajdonképpen 7 éves korom óta, amióta megkaptam apám Zenit gépét. Ez a vékony volt, nem? Az emlékszem, az nekem is volt. Viszont gyönyörű fényképeket lehetett vele csinálni, és beleástam magam ebbe az egész vonalba. Hogy mitől lesz egy olyan kép, amit tulajdonképpen a National Grammikon megjelenik. És próbálom leutánozni ezeknek a nagy embereknek a képeit, és megtalálni, tehát ez a legnehezebb dolog, hogy megtalálni azokat a pillanatokat, mint például Attilának a feje, amiktől aztán ne talán nem Pulitzer-díjas dolog. Hát az én fejemtől biztos nem lesz Pulitzer-díja, de azért ezt most megmondom, de röhögni jót fogtok, azt tuti. Hát én is majd magamon szerintem, ha visszanézem a képeket, mert nem volt őszinte a mosoly néha. Nem, nagyon jó volt. Ati viszont annyit árulja nekünk, hogy nagyon jó volt. Hogy Atiról tudom, tudod, hogy ő minden extrém sportban, mi csak azt mondják, most onnan oda egy célnára rákötünk és ugolj le. Figyelj! De talán belemegy. Ebből a szempontból is. Mi lenne még egyébként, amit mondjatok nekem, Ati? Igyekszem. Igyekszik? Nem igyekszik. Figyelj. De hogy ne igyekez? Na, adj egy szérnet! Figyelj, mondjatok nekem tényleg most mind a ketten, mert mind a ketten ilyen örültek vagytok ilyen szempontból. Mi lenne még, Ati, most már repültél, tudom, hogy benne vagy sok extrém sportban. Mondjatok nekem még egy-egy olyat, amit mondjuk esetleg kipróbálnám még most. Hogyha azt mondanám neked, hogy most így holnap 2-kor Tali, és ez mehet élesbe. Jumping out of a plane. Pontosan, amíg én eltörnyözöm, tehát mondjuk most még csak tandemmal. Azért mondom, nagyon nehéz olyat mondani Attinak, amire azt mondja, hogy nem. Hát most falmászás? Az is volt, az is jöhet. Hát azért mondom, mondjuk. Tehát pont mikor múlt héten voltunk az Exbox kalandparkban, ott egyébként ott ki is lehetett próbálni ezt a falmászást. Raftingból is raftingoltam már, az is iszonyat jó. Hát hűvös. Kapuéra, ezeket kapuéra, otthon van, nem az, amit most akkor mondjuk még olyan kategóriát. Azt én is ismerem egyébként. De ezért kérdezem, nem véletlenül kérdeztem egyébként. Pont az Attilának láttam a fényét, hogy kérdezem, és így gondolkodom. A legújabb egyébként, ami most már itt Magyarországon is található, ez a
gyorsan akartam mondani, milyen board, flying board, de van ennek valamilyen más neve. Basszus, minden, mint a jetskire rákötnek, tudod, és akkor ilyen vízsugárral csapatod. Van még két ilyen kis... Azt meg én sem. Nem ismeritek? Nem. Amit én kipróbálnék, az a... Amikor repülsz. Az, és amikor, mint a madarak. Az, semmi esély. Maximum galériáról leugrálik. 500-1000 ugrás kell ahhoz, hogy azt elkezdhessd egyáltalán, mert hogy annyira kell tudnod. Tehát én nagyon sok ugrás. Akkor viszont be kell engem. Hajrá. Ebbe a történetbe bizony. Vagy otthon elkezdesz varni, érted, és akkor azt mondod, kit érdekel, hogy gyerünk az erkéről. Igen, hát valaki ebből az Eiffel-toronyból nem jött ki szerencsésen, tehát konkrétan nem már. Tényleg megpróbálta? Igen. Hajjaj, fönn is van a YouTube-on. Ennyire pihent volt? Hát vannak pihent emberek, sőt, megtörtént, nem tudom melyik kaszkadőr, megcsinált először, az bár rajta volt az ernyő, kiugrott gépből, és annyira kilebegtette, hogy végül egy rakás ilyen dobozt felállítottak neki, és minden tompítást, tehát egy ernyő nélkül, 3000 méter magas zuhanás után, ezzel a flying suit-tal belecsapódott ugye ebbe a karton hegybe, amit csináltak neki, és ilyen kisebb növtörésekkel, de megúszta. Kiderült, hogy DVD-kkel tele volt a karton, nem? Viszont én meg láttam konkrétan azt, amikor egy hídba csapódott bele az emberünk. Kiderült, hogy tele volt DVD-vel a karton. Ja, DVD-vel meg TV-kkel megizé, és akkor az már nem volt annyira fóérkezési pont. LCD-vel. Tényleg a fix TV-vel belecsapódott. Mi ezt hogy nem láttuk? Hát nem is értem komolyan. Várj, mindjárt megy az adást. Most így belecsapódott valaki konkrétan. Hát igen, azért ennek megvan az iszonyat nagy veszélye, ezt aláírom. Tehát ebből a szempontból például most az, hogy a Tomival mi repültünk ott. Én ott azért voltam nyugodt, és persze lehet, hogy vágtam fejeket, de tudtam, hogy profi az ember, világbajnok, tudja, mit csinál, még ha nem is normális az, hogy fönt repdesünk és pörünk össze-vissza, mert csak nem alunk meg. Tehát... Nem, hála Istennek, ő pontosan tudta, ez látszott is a gépből, meg ahogyan én a Lotusból néztem. Nekem nagyon bejött a Lotus, és méghozzá azt is elmondom, hogy miért. Ugyanis én nagy amerikai autóőrült vagyok, nekem van egy 78-as Camaro-m. Egy kellemes kis 5-7-essel, így van. 14-8 liter? Attól följebb. Attól följebb, de hát mit tudom én, hétvégén. Tehát ez úgy is van regisztrálva, ugye ez a maga kocsi. Konkrétan a regisztrált hétvégék, így van. És ugye ott azt hallatszik, hogy... Itt meg azt, hogy... És különbség van. Képzeljétek el a Jeepnek 1500 lóerő. Ja, a kamion, ami volt. Kamion. Hát az mi? Így van. Az hány ló? És ugye egy 16 éves srác, akit Benedeknek hívnak, vezeti azt a kamion. És lemaradtam. Jogsi még nincs, tehát tudjátok, hogy lemaradtam. Hát mi a fenének, de hogy is. Hogy lemaradtam, Atti, mert úgy volt, hogy te mész a sportkocsi, én megyek a kamion, és ugye te mész a repülővel. És amire én észbe kaptam, átmentem, hogy felveszem a citromsága felsőt, meg kicsit fásztam, hogy reggel voltunk. És lemaradtál róla. Figyelj, addigra már ti már jelentkező, nagyon sok volt arra, hogy azért menjen egy pár kör, tehát azért ennyi. Ja, látod, mire nem jó a fényképezőgép, egyébként különleges helyekre be tudsz jutni, stb. És hát a különleges helyekről van szó, hogy gyorsan említsünk annyit, hogy te most mész egy különleges helyre, ha jól tudom. Így van. Visszamegyek édesapámhoz Ecuadorba, egy kellemes kis 2 hetes túrára, ahol természetesen igyekszem sokat fotózni, amit ezen a Facebookon akár meg is lehet nézni, úgyhogy mindenki lássa majd, hogy fölteszem a képeket. Zenéleg ilyenkor inspirálódsz? Kicsit mondjuk azt mondod, hogy akkor egy újabb latinos albumot kihozunk, hogyha egy 2 hétig kín vagy otthon? Abszolút. Igazából az újabb latinos album azt tulajdonképpen már 2 éve megvan. Úgyhogy most a jelenleg Magyarországon létező zenei piac irányzatokon belül próbáljuk meglovagolni azokat a hullámokat, amik lehetségesek, meg egyáltalán, hogy albumot. Hogy lehessen emészthető hozni legyen. Ebből. Nem is igazán arról van szó, hogy emészthető. Igazából ugye nincsen CD eladás, tehát nincsen CD megjelenés, illetve hogyha van, akkor az is minimális, de majd összehozzuk azt. Ha majd megfigyeljük, és ha megvan, akkor természetesen várunk vissza, sőt, majd ilyen kis unplugged-os zenélgetéseket tervezünk itt a Fix Summerben. Így van, amúgy, különböző ilyenek. Helyszíneken, színpadokon, különböző előadókkal, hogy ne csak beszélgessünk, hanem zenéljünk. És hogy jammeljünk is egyet Attival. Persze, hát akkor hozom a szakszit, és akkor csapatjuk ezzel, mert ezt is tervezünk. Van egy kis bongom, azért azon be tudok szállni még. Te ütögetheted simán. Szóval hát akkor kívánunk neked nagyon-nagyon jó utat, kvázi egy kis nyaralást, azt gondolom, nem jártam még ott, de biztos, hogy nagyon szép táj. Rám fér, én úgy vagyok vele. Így van. Sosem árt, és tényleg visszajöttél, akkor sikíts el, és akkor nézzük a fotókat, meg zenélgessünk egyet. Szuper. Így van. Legyen így. Narikám, mi a még a terved esetleg az idénre, ilyen extrább? Hát megvalósítani ezeket a zenei irányzatokat, amiket most éppen itt felsoroltunk, illetve új anyagokkal megjelenni. Úgyhogy legyen így. Nálatok lesz a premier. Bocs, hogy ebbe belekérdezzek, lehet, hogy nem illik, lehet, hogy illik.
akkor kisipoljuk majd, hogyha nem akarod elmondani. Élőadás, tehát nem tudjuk, de mindegy. De megpróbáljuk. Várj, akkor készítem a sípot. Mostanában mindenkinek jön a pici baba. Te hogy vagy ezzel? Ó, nagyon jó kérdés. Isten mentsen engem a pici babától. Én mostanáig, tehát pontosan oda jutottam el, hogy közelebb a kazettához. Most költöztem össze a barátnőmmel. Igen, igazából ezt akartam megkérdezni. Igen. Aztán a többit majd meglátjuk, de még nagyon nem, de még nagyon nem. Nem. Járok babazsúrokra, esküvőkre. Esküvőkre babazsúrokra. De még a sajátomra, Isten, ments. Igen, szerintem te is, én is kicsit későn érő típusok vagyunk ezzel, tehát majd ilyen 40-től gondolkodom esetleg. Figyelj, így 25-ben... 18, 22, 21... 23, nem baj, jó ez, igen, tehát a lényeg az, hogy még egy 20-as azért bulíznunk kell ahhoz, hogy ezt így megvalósuljon. Nagyon sokat kell. Megtaláltok minket a 0630, lehet jelentkezni bátran, 6-kor végzünk, vagy mi 8-kor végzünk. Keresünk Attilának feleséget. Justin, a szervezőemberünk. Százalékot kap, úgyhogy mindenképpen jó partikat várunk. Hát figyelj, akkor azt gondolom, sok boldás, hogy kedvesedet viszed most magaddal, vagy akkor nem tud veled menni? Nem, kedvesem dolgozik itthon, úgyhogy sajnos nem, de ezt is azért idegen, még a baba előtt megoldjuk. Viszont, hogyha lehet, akkor a legközelebbi adásra, hogyha megengedi a kedves barátnőd, van kedve eljönni, nagyon szívesen látnánk őt is, hogy megismeri a nagy közönség. Oh, és egy ilyen babatornás mestert meg. Baba! Nem nyilvánod kész, hogy belétál ebbe a kis olival, hogy ösztúzva? Oh, hajaj! A fokhagyma! Így van. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt én voltál köszönjük velünk, és eljöttél hozzánk. Meg a fotókat majd megnézem, nem felejtem el, amit átküldtél Fészen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen fejeket vágtam, illetve nem vagyok kíváncsi, de most már utólag röhögni akarok saját magamon. Úgyhogy... Csak a legjobbakat tettem föl. Abba biztos voltam. Minden esetre tényleg nagyon nagy élmény volt, és hát köszönjük, hogy ott voltál egyrészt. Ó, ezen köszönöm a kis... a meghívást. De meg, hogy most itt velünk. És jó utat. Nagyon köszönöm szépen. Yeah.